Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Sorra dőlnek a rekordok, kulcs szerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában. Kafetéria, már látszanak az átalakított rendszerre adott első válaszok. Átalakítják a zöld hulladék szállítást, évi 8-szor viszik el a szemetet biológiailag lebomló zacskóban. Málenki robot, a völgységből elhurcoltakra emlékeztek Bonyhádon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon, előbb márciusban, majd decemberben több alkalommal is újabb és újabb villamosenergia fogyasztási csúcsot regisztrált a MAVIR. Az ország áramellátásában tavaly is kulcs szerepe volt az atomenergiának, mely az ellátás biztonság garantálása mellett a klímavédelmi célok elérését is szolgálja. Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon, előbb márciusban, majd decemberben több alkalommal is újabb és újabb villamos energiafogyasztási csúcsot regisztrált a MAVIR. 2018. december 19-én elérte a fogyasztása 6869 megawattot, ami a valaha mért legmagasabb érték. A rendszerirányító közölte, mindig, így kedvezőtlenebb időjárási körülmények között is biztosítja az előírás szerinti mennyiségű tartalékot, az ellátás biztonság szintje az előírt hazai és nemzetközi normáknak megfelelő. A tavalyi év rekordját hozó napon a hazai igények hozzávetőleg egyharmadát importból elégítették ki. Ehhez hasonló arányt 28,8%-ot biztosított a paksi atomerőmű 4 blokkja. A további áramszükségletet egyéb gáz, szén és megújuló forrást használó erőművek szolgálták ki. Az, hogy a paksi atomerőmű egymagában az igények egyharmadát kielégítette a tavalyi áramfogyasztási csúcs idején is, jelzi, hogy az atomenergiának döntő szerepe van az ország villamosenergia ellátásában, emelte ki a Paks 2 atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. Mitler István rámutatott, az ellátás biztonság fenntartása érdekében szükség van a nukleáris kapacitás hosszú távú fenntartására, azaz a tervezett két atomerőművi blokk megépítésére. Paks 2 nem csak a biztonságos energiaellátás garanciája, hanem a tisztább környezeté is, vázolta Mitler István, hangsúlyozva, hogy a beruházás hazánk klímavédelmi céljainak elérését is szolgálja. Azt mondta, a két új blokk évente mintegy 19 milliárd kilowattóra villamos energiát fog termelni károsanyag kibocsátás nélkül. Ha nem épülne Paks 2, akkor a jelenleg üzemelő 4 atomerőművi blokk leállítása után fosszilis energiahordozó használatára kellene áttérni, ami hozzávetőleg 17 millió tonnával, azaz 36%-kal növelné meg Magyarország széndioxid kibocsátását. Január 8-án kedden 6884 megawattal ismét megdőlt az áramfogyasztás rekordja Magyarországon. A rendszerirányító MAVIR az időjárással indokolja a kiemelkedő áramfogyasztást. A közlemény szerint terhelés nem okozott gondot a villamos energiarendszer számára. Már látszanak a tavaly novemberi kafetéria átalakítás hatásai, ezt mondja a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Fischer Sándor szerint a változások egy része érzékenyen érinti a munkavállalókat, amire a megoldása bérek további, illetve emelése lehet. Jelentősen átalakította a kormány a kafetéria rendszert. Január 1-től a tavaly még adómentes juttatások nagy része után már jövedelemként kell adózni. A kormány a szépkártyán kívül az összes kafetéria elem adókedvezményét megszüntette. Az átalakítás után így a készpénzben adható 100 000 forintos juttatás és az iskolakezdési támogatás kedvezménye is megszűnt. A kormány azért akarta az átalakítást, mert szerintük így a szépkártyákon keresztül több pénz jut majd a turizmusnak. A novemberben átalakított rendszer első benyomásai idén már láthatóak. A kereskedelmi és iparkamara Tolna megyei elnöke szerint az átalakítás valóban jót tesz a turizmusnak, ami közvetve az egész hazai gazdaságot erősíteni tudja. Gyakorlatilag egyfajta fellendülés van, most már egy-két éve, és ez jót tesz a hazai vállalkozásoknak. A másik részéről segíti az embereknek a pihenését, és szórakozását, tehát ezt is jónak tartjuk.
Az Erzsébet utalvány és a szociális elemek, például az iskolakezdési támogatás megadóztatásával viszont nem tud egyetérteni a vállalkozókat képviselő kamara. Hosszabb távon biztos, hogy ez nem tartható. Tehát valójában a bérekbe kellene megjelennék a különböző jövedelmek, annál is inkább, mert azok ösztönzik a termelést. Tehát van egyfajta, ilyenfajta törekvés a kormánynak, úgy látszik, hogy ez csökkentse, de hát ehhez kell természetesen a bérfelzárkóztatás. A bérek felzárkóztatásával kapcsolatban 2 éve indult egy 6 éves program. Ennek eredményeként mostanra szinte valamennyi ágazatban emelkedtek a fizetések, ám a hazai és a külföldi keresetek között még mindig nagy a szakadék. 10,5%-kal emelkedtek a bérek Tolna megyében 2018 utolsó negyedévében az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Tolnában a tavalyi év utolsó 3 hónapjában így 197.900 forintot lehetett átlagosan nettóban hazavinni havonta. A Dél-Dunántúli régióban ezzel a legmagasabb béreket fizetik ki a cégek Somogy és Baranya megyéket megelőzve. Míg Baranyában 177.900, addig Somogyban 178.000 forint volt 2018 utolsó negyedévében az átlagos havi kereset az adatok szerint. 150 milliárd forintnyi fejlesztési forrásra pályázhatnak az 5000 főnél kisebb lélekszámú települések a februárban induló Magyar Falu programnak köszönhetően. Az önkormányzatok mások mellett bölcsödék és óvodák létesítésére, felújítására, bővítésére, orvoslakások építésére, orvosi rendelők felújítására vagy építésére, orvosi eszközök beszerzésére, belterületi utak és járdák felújítására pályázhatnak. A pályázatok emellett az üresen álló egyházi tulajdonú épületek felújítását, programok szervezését, eszközvásárlást és a közösségi életet szervező személyek bérének és járulékainak a költségeit is támogatják. Az a jó hír van, hogy a kormány úgy döntött, hogy nem szükséges erőt biztosítani, minden pályázat 100%-os támogatási intenzitású lesz. Azt azonban figyelembe fogjuk venni a pályázatok elbírálásánál, hogy milyen adóerőképességgel rendelkezik a település, tehát a gyengébb adóerőképességű települések, mondjuk úgy, hogy a szegényebb települések mindenképpen előnyt fognak élvezni azokkal szemben, amelyek jelentős adóerőt képviselnek. Ritkábban viszik el mostantól a szemetet Tolna megyében, a változás a zöld hulladékot érinti, évi 26 helyett 2019-től 8 alkalommal szállítják majd el a törvényi előírásoknak megfelelően. Az eddigiektől eltérően a kék fedélű edényben csak papír gyűjthető, füvet, fát, gallyakat pedig kizárólag biológiailag lebomló, a cég emblémájával ellátott zacskókban lehet majd kirakni a ház elé áprilistől novemberig. A szolgáltató azt reméli a változásoktól, hogy így több erőforrás jut például a szelektív szemét elszállítására. Ezek a felvételek 2017 őszén készültek. A műanyag üvegeket csak a szelektív hulladékgyűjtő kuka mellé lehetett letenni Szekszárdon az Aliszka utcában, annyira felhalmozódott a hulladék. Akkor a szolgáltató hónapok óta hatalmas lemaradásban volt a munkában. Új autók hadrendbe állításával, új emberek felvételével sikerült rendezni a helyzetet átmenetileg. A törvényi előírás és annak megfelelően meg fogjuk tudni oldani a mindenféle szállítást. Szabó Antal, az Aliszka Terra ügyvezető igazgatója azt ígéri, a 2019-től bevezetett változások eredményeként mindenfajta szemetet időben el fognak tudni szállítani. Az egyik fő változás a zöld hulladékot érinti, mivel azzal voltak korábban a legnagyobb bajok, mondja. Sok pénz és erőforrás ment el annak begyűjtésére, és aztán annak eltüntetésére. Ez a terület tavaly még tele volt zöld hulladékkal, amit nem lehetett újra hasznosítani, ezért el kellett őket égetni. Ráadásul a szolgáltató évi 26 alkalmat vállalt a zöld hulladék szállítására, amit aztán nem tudott teljesíteni. Idén 8 alkalommal viszik majd el a szemetet. Ritkábban tudjuk elszállítani a zöld hulladékot, és nagyon fontos, hogy csak ebbe az általam bemutatott lebomló zsákba tudjuk elszállítani, mert így fogjuk tudni feldolgozni. Egyéb esetben iszonyatos költséggel jelenleg is szállítjuk el, és daráljuk le a már beszállított, korábban beszállított zöld hulladékot, ami viszont nem alkalmas komposztálásra. Az eddigiektől eltérően tehát a kékfedelű edényben csak papír gyűjthető, füvet, fát, gallyakat pedig kizárólag ilyen biológiailag lebomló, a cég emblémájával ellátott zacskókban lehet majd áprilistól novemberig kirakni a ház elé. Évente 8 darab ilyen zacskót biztosítanak egy lakosnak, amit a szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a hulladékudvarokban lehet beszerezni. A kis települések önkormányzatain pedig előre egyeztetett időpontban osztják majd ezeket ki.
A Bonyhádi Petőfi Gimnázium volt az egyik gyűjtőhelye a völgységből elhurcolt magyarországi németeknek. Az iskola minden esztendőben megemlékezést szervez a málánkéi robotot elszenvedők tiszteletére. A magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre kutatja a történések dokumentumait, és teszi közkincsé az évtizedekig elhallgatott valóságot. Azt mondták, két hétre megyünk kukoricát törni. És sokan közülük soha nem tértek haza, hiszen az úti cél nem Bácska volt, hanem Oroszország. 1946 és 48 között több mint 170 ezer német kényszerült elhagyni Magyarországot. A magyarországi németség összességében kevesebb, mint felére csökkent. A málenki robotra elhurcoltak létszáma a megnyíló levéltári kutatások ellenére sem mondható meg pontosan, mondta Rozsnyai Ilona, a magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi körének munkatársa. A szervezet 2008 óta kutatja a málenki robot történetét, és dokumentumfilmek segítségével mutatja meg a történéseket. 2016-ban az ő szervezésükkel indult el a Lágerjárat című vándorkiállítás is. Ami a nagy probléma, hogy egyre idősebbek és sajnos távoznak el közülünk. Nekünk szerencsénk volt, az elmúlt 3 év alatt több mint 30 interjút készítettünk, és tulajdonképpen a jövőbeni kutatásnak az alapjai lehetnek ezek a túlélő beszámolók. Hogy fekete folt, fehér folt van-e, abban van, hogy nem tudjuk megállapítani, hogy mennyi volt összesen az áldozat. Tehát, hogyha ha visszagondolok Kréling Dani bácsinak a szavaira, aki mondta nekem, hogy mennyi olyan emberről ők tudnak, hogy útközben meghalt, és jeltelen sírt, tehát nem is kapott sírt. Tehát nagyon igazából akkor lesz teljes a kép, hogyha az oroszok végre átadják az egész információbázist. A Bonyhádi Petőfi Gimnázium volt az elhurcoltak egyik gyűjtőhelye. Nem véletlen, hogy az iskola szívügyének tekinti, hogy a diákok hűképet kapjanak a történésekről. De cél pont az lenne, hogy valahogy kiküszöböljük ezeket a tehát ezeknek az eseményeknek az ismétlődését, a lehetőségét annak, hogy bármiféle módon egy újabb ilyen tragikus eseménysor, mint ami a 20. században itt a Völgységben, meg Európában, meg Magyarországon, meg úgy általában mindenhol lezajlott. Váci Enikő azt mondja, ma már a családokban nyíltan beszélnek arról, amiről évtizedekig hallgattak. Ez egyrészt segíti a történelmi tények feltárását, másrészt érezhetően hatással van a gyerekek gondolkodására és a téma iránti érzékenységére is. 2015-ben 15 önkormányzati együttműködés jött létre a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás. Az elmúlt 3 esztendőben a szervezet többek között szociális intézményt hozott létre, és 100-nál több pályázaton nyert fejlesztési forrásokat. Stúdiónk vendégeként Pintér Szilárd, a társulás elnöke arról beszélt, az intézmény beruházások befejeződtek a térségben, a jövőben a vállalkozásfejlesztés és a civil szféra segítése kerül előtérbe. A térség vállalkozói megítélésen szerint februárban végén kapnak támogatók iratokat majd, hogy mi történik. A civil szervezeteknek a gondozása szintén egy folyamatosságot igényel, mert jó szándékú emberek egy-egy településen létrehoznak egy-egy civil szervezetet, de önmaguk arra, hogy pályázatokat figyeljenek, pályázatokat készítsenek, vagy ott esetben elszámoljanak pályázatokkal, már nem feltétlenül biztos, hogy rendelkeznek megfelelő apparátussal. A zenei nevelés nem lehet elég korán kezdeni, mondják a szakemberek. A höcögtetők, mondókázás, közös éneklés, élő zené, hallgatás sok képességet fejleszt a gyerekekben, miközben a szülő-gyerek kapcsolat is megerősödik. A pályázatnak köszönhetően a tolnai családosok 2 éven keresztül ingyen vehetnek részt az ilyen jellegű játékos, fejlesztő foglalkozásokon a helyi kulturális központban. Minden csütörtökön a kisgyerekek és szüleik az úgynevezett csacska-macska zenés foglalkozáson tanulhatnak új mondókákat, és közben a közösségbe is beszoktathatják a kicsiket. A néhány hónapos babákkal érkező anyák, apák pedig a baba masszázs rejtelmeiben mélyedhetnek el. Ez a foglalkozás ez egészen pici babáknak szól, tehát igazából pár hetes kortól a kuszómászó időszakig, amíg igazából hagyják magukat. A babamasszázsnak nagyon-nagyon sok előnye van, és ezért is jó az, hogyha az anyukák vagy apukák akár részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Számos előnyt tudnék felsorolni, a legfontosabb talán, amit én kiemelnék ezek közül, hogy az anya és a gyermek, vagy apuka és a gyermek közötti kapcsolat elmélyítésére próbáljuk fektetni a hangsúlyt. Tehát itt egészen finom, simogató mozdulatokat vesz igénybe a babamasszázs. Somogy és Baranya megyék híreivel megyünk tovább.
gyakorlati képzés, egyre kevesebb a hiánypótlás. Baltával bántalmazta és kútba dobta kutyáit, akár 3 évet is kaphat a mohácsi férfi. Jegesedés, még nincs összefüggő jégtakaró a Balatonon. Rendszeresen ellenőrzik a kereskedelmi és iparkamara szakemberei a gyakorlati képzőhelyeket Somogyban. A szervezet fórumán az is kiderült, hogy kevesebb már a hiánypótlás. A feltételeknek egyre jobban megfelelnek a cégek. A megyében 300 és 400 között változik azon vállalkozások száma, amelyek vállalják a diákok képzését. Jelenleg 30 diák gyakorlati képzése történik ebben a kaposvári pékségben. Mint a cég ügyvezetője elmondta, a korábbi években 100 fölött volt a diákok száma. A cég 1993 óta vesz részt a szakképzésben. 6 éve már nem csak pékeket, pékcukrászokat, hanem cukrászokat is oktatnak, de van kereskedőnek tanuló fiatal is. Nálunk már csak olyan dolgozók vannak, akik nálunk végeztek, de megmondom őszintén, hogy az elmúlt pár évben annyira kevés van belőlük ezekből a tanulókból, hogy például az idén nem is tudtunk fölvenni ezekből a gyerekekből. Ugye megyére oktatunk, és hát akik ugye messzebbről jöttek, azok elhelyezkedtek ott a környéken. Az is nehezíti a képzőhely dolgát, hogy gyengült a diákok hozzáállása. Ez több tanulási időt is igényel, mondta Ojtó Lajos. A gyakorlati helyek kisebb-nagyobb cégek, ahol a diákoknak is meg kell felelniük az üzemi szabályoknak, de maguknak a képzővállalkozásoknak is be kell tartaniuk az adott előírásokat. A képzés tekintetében a kereskedelmi és iparkamara munkatársai segítik és ellenőrzik a cégeket. Minden olyan feltételt ellenőriznek a szakértők, ami a szakképzési törvény előírásai szerint szükséges a képzés megfelelő szintű folytatásához. Így a tárgyi feltételek, a személyi feltételek, a képzési dokumentumok és minden olyan adminisztrációs feltétel, aminek meg kell felelni a képzés során. A már meglévő gyakorlati helyeket legalább 2 évente ellenőrzik a SKIK szakemberei, de az új képzővállalkozásokat is felkészítik, hangzott el a SKIK szakmai fórumán. Mint elmondták, kevesebb már a hiánypótlás, a feltételeknek egyre inkább megfelelnek a cégek. Névről évre újabb vállalkozások kapcsolódnak be a képzésbe, de néhányan abba is hagyják a gyakorlati oktatást, de ennek több esetben az az oka, hogy nincs tanuló, akit foglalkoztatni tudnának, tehát egy kicsit visszás ez a helyzet. 300 és 400 között van azoknak a szervezeteknek a száma jelenleg megyében, akik gyakorlati képzést folytatnak. A legtöbb diákot a vendéglátás területén foglalkoztatják és oktatják a gyakorlati helyek Somogyban. Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a mohácsi férfit, aki ellen most emelt vádat a mohácsi eljárási ügyészség. Az elkövető baltával bántalmazta, majd egy használaton kívüli kútba dobta 2 kutyáját. Az állatok elpusztultak, így a férfi cselekménye az állatkínzás büntettének megállapítására alkalmas. A mohácsi járási ügyészség állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy mohácsi férfi ellen, akinek bántalmazása következtében 2 kutyája elpusztult. Az elkövető 2018 áprilisában baltával ütlegelte az állatokat, melynek során az ebek koponyája betört. A 2 állat azonban még ekkor nem halt meg, ezt követően a férfi a 2 állatot egy közelben található használaton kívüli kútba dobta, ahol azok elpusztultak. Az elkövetőnek a cselekménye az állatkínzás büntetének a megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A férfit a hozzátartozói jelentették fel. A Baranya megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a középkorú elkövető korábban is bántalmazta házi állatait, mostani agresszív viselkedését pedig azzal magyarázta, hogy elege lett a kutyák hangos ugatásából. Az évelején több nyilatkozatot is át kellett adni a munkáltatónak, így a családi kedvezményhez kapcsolódó adó előleg nyilatkozatot is, mondta az adóhatóság baranyai sajtóreferense Barlai Krisztina, kiemelte, minden változást jelezni kell, akár évközben is, hiszen ha jogosulatlanul vesz igénybe valaki a kedvezményt, kamatostól fizetheti aztán vissza. Például az egyik gyermek leérettségizik, akkor oda kell arra figyelni, hogy egy módosító nyilatkozatot be kell nyújtani. Ez a gyakorlatban úgy szokott működni, hogy ugye júniusban leérettségiznek a gyermekek, akkor célszerű benyújtani egy módosító nyilatkozatot, aztán
júliusban, augusztusban kiderül, hogy a gyermek tovább tanul-e vagy sem, elkezdi-e a tanulmányait az egyetemen vagy sem, és annak megfelelően újra lehet módosítani a nyilatkozatot. Ez azért nagyon fontos, mert ha valaki jogosulatlanul veszi igénybe ezt a kedvezményt, akkor nem csak a kedvezményt kell visszafizetni, hanem egy 12%-os többlettel együtt kell visszafizetni. Hiába havazás és a hideg, a Balatonnál egyelőre nincsen összefüggő jégtakaró. A hét elején ugyan elkezdődött a jegesedés, de az azt követő enyhe időjárás és a szél miatt sok helyütt újra hullámzik a víz. Szakemberek szerint 4-5 nap szélcsendes és hideg idő kellene ahhoz, hogy olyan jég legyen a tavon, amelyen már biztonságosan lehet korcsolyázni. Hullámzott a vizen szerdán délelőtt az a vékony jégréteg, amely az elmúlt napok hidegebb időjárásának köszönhetően kialakult a Balaton felületén. Megfagyni azonban nem tudott, mert a mai szelesebb és enyhébb időjárás ezt megakadályozta. Ez az összetöredezett jeget, azután a szél itt sodorja, amit mögöttem is lehet látni, némi csörömpöléssel, tulajdonképpen így körbehajózzák a Balatont is, majd feltorlódnak valahol a keleti medencében, aztán majd a déli parton, ahogy fordul a szél. Ez a jég hát nyilván korcsolyázásra nem alkalmas, azonban a sekélyebb öblökbe, partmenti területekben azonban még megmaradhat a jég. A Balaton most is túlhűlt, ez azt jelenti, hogy alacsony a hőmérséklete, tehát hogyha most megállna a szél, akkor valószínűleg gyorsan megindulna a fagyás. Erre azonban a szakember szerint nem sok esély van, legalábbis az elkövetkező napokban. Éjszaka ugyan fagyra lehet számítani, de napközben megélénkül a szél, amely feltöri a jeget. Hétvégén pedig enyhülés várható. A szélvédettebb helyeken ugyan találkozhatunk a part közelben befagyott területekkel, azonban ezek sportolásra nem alkalmasak. Az öblökben nagyon hamar megjelenik a jég, most is nagyon hamar meg tud jelenni a jég. Amiről mi tudunk beszélni, az a nyílt vízi jég, az az egész Balatonon jelentkező jég. Azért ennek valóban 3-4 nap kellene, hogy összeálljon keményebbre, de ahhoz, hogy igazán sportolásra alkalmas legyen, inkább a 4-5 napra lenne szükség. A szakember szerint az elkövetkező egy hétben az előrejelzések szerint nem lesznek olyan időjárási viszonyok, amelyek sportolásra alkalmassá tennék a Balaton jegét. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Sorra dőlnek a rekordok, kulcs szerepe volt az atomenergiának tavaly is az ország áramellátásában. Kafetéria, már látszanak az átalakított rendszerre adott első válaszok. Átalakítják a zöld hulladék szállítást, évi 8-szor viszik el a szemetet biológiailag lebomló zacskóban. Málenki robot, a völgységből elhurcoltakra emlékeztek Bonyhádon. Pénteken napos számottevő csapadéktól mentes, egész napos fagyos, hideg időre számíthatunk, erős lökésekkel kísért északnyugati széllel. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik megújult tolnataj.eu oldalunkon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is várunk, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk önöket, viszontlátásra!